Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Molenszky Szonya vagyok, képernyő túloldalán pedig Szentes Róbert. Szia Robi, szeretettel üdvözöllek. Nem könnyű témát választottunk a mai alkalomra, és mondhatnánk azt, hogy igazából ez egy nagyon aktuális téma, de szerintem ez a téma mindig is aktuális volt. Csak talán most kezd el odáig eljutni a köztudat, hogy egyre inkább hajlandóak az emberek erről nyilvánosan beszélni. És ugye a mai témánk az a szexuális erőszaknak, fogalmazzunk így, hogy a pszichológiája, aminek a végére szeretnék jutni nálad. Hát ugye a mindenkori emberiség kollektív lelkének az egyik legnagyobb szégyenfoltja a szexuális erőszak és az abúzusoknak tulajdonképpen a végtelen tárháza. Az én szememben különösen azok, amelyeket ugye kiskorúak ellen követnek el, mint szégyenfolt van jelen, és ezek olyan mélyen és olyan intenzíven vannak eltemetve a köztudatban, hogy gyakorlatilag beszélni is alig lehet róla. Úgyhogy tegyünk mi rá most egy kísérletet, hogy tudjunk róla beszélni. Annak ellenére sem nagyon beszélnek róla, hogy egyébként felbecsülhetetlenül magas az áldozatoknak a száma, és különösen azért, mert nagyon sokat családon belül követnek el. A bűnösök helyett pedig a szégyennel, a fizikai és az érzelmi fájdalommal, a megalázottsággal, az ártatlanságuknak az elvesztésével mégis az erőszakot átélteknek kell szembenézniük, és folytatniuk az életüket darabokra szaggatott lélekkel. Nagyon nehéz a szexuális erőszak és az abúzusok jelenségéről, meg hát a pedofiliáról aztán pláne úgy beszélni, hogy az ember semleges tudjon maradni érzelmileg, és ne akarja automatikusan elutasítani ezt a fajta viselkedést, ezzel ugye az árnyék világába utasítva vagy zárva azt. Milyen rejtett erő késztet egy embert arra, hogy szexuálisan leigázzon, bekebelezzen, megszégyenítsen és meggyalázzon egy másikat? Mi veszi át az uralmat ilyenkor a viselkedés felett? Mi az az extra adalék vagy torzulás, ami abba hajtja az elkövetőket, hogy olyan test által érjék el a szexuális kielégülést, amely nem, hogy nem vágyja, hanem egyenesen elutasítja a szexuális közeledést? Mi elégíti ki az erőszaktevő elméjében az erőszak? Tehát mit elégít ki, bocsánat, az erőszaktevő elméjében az erőszak, és mi van emellett? Tehát hatalomhiány, vagy valamilyen bosszú? Mert ugye nem tudok elszagadni attól a gondolattól, hogy én ne pszichopata elmeként tekintsek arra, aki gyakorlatilag a bűnös oldalán felsorakozik, különösen, hogyha ez az erőszak gyerekek ellen irányul. Bocsánat, ez egy nagyon komplex, hosszú, felvezetett kérdés volt, de itt lényegében ugye arra próbálok kérdést, vagy választ kapni arra a kérdésre, hogy mégis milyen, mi a pszichológiája az erőszaktevőnek, a szexuális erőszaktevőnek. Szia, Szonya! Igen, ez egy felnőtt beszélgetés lesz, és nem a csúnya szavak miatt, hanem maga a téma egy nagyon mély és nagyon érzékeny téma. Eljutott az emberiség egy olyan pontra, hogy nem lehet a szőnyeg alá söpörni dolgokat tovább. A szőnyeg alá söpört dolgokat a tudattalan elménk tárolta. Minden, amiről nem akartunk tudomást venni vagy tenni annak érdekében, azt a tudattalanunk tárolta. Szeretnék rávilágítani egy kicsit másképp a dolgokra. Ha a fizikai síkról nézzük, akkor általában megpróbáljuk a gyermekkori problémákat, bántásokat, szexuális konfliktusokat, kihívásokat, ilyen unfair szituációkat analizálni, de van egy sokkal mélyebb és egy magasabb réteg is a háttérben. És azt hiszem, hogyha ismerjük ezeket a háttér történeteket, akkor jobban átlátjuk, hogy mi folyik a mikroszinten. Mert akár hiszed, akár ez a pedofília, meg ezek a szexuális abúzus, ez mikro ahhoz képest, amit igazán folyt, meg folyik. Amit az emberek nem értettek eddig, hogy a legtöbb vezető, politikus, orvos, akár még a tanárok is, a jogügy, majdnem mindegyik egy náci klón volt. Nem ember.
ezeket úgy tervezték, DNS-re kikeverték, tudod, ilyen genetikai kísérletekre, hogy embertelenek lehessenek, embertelenek legyenek. Azért nem lehet egy emberi szívvel rendelkező pszichológiát rátenni ezekre, mert nem illik rájuk, ezek gépek. Most ezt mi nem tudtuk. Az ember az egy nagyon erős lény. Az erőssége az elméjében van, és az elméje által uralt programok vagy a tisztaság szerint teremti a külvilágot. Ez ismerős. A tiszta elméjű ember az uralja a világ egyetemet, amit mond és érez és kíván, az úgy lesz. Nagyon sok ember ennek nem volt tudatában, és elfoglalta az ego az elmét. Az ego az az ördög, az ego az a sátán. Az emberek sátáni programozása ott vannak. A sátán gyűlöli az organikus életet, gyűlöli a nőt, gyűlöli a gyermeket, gyűlöli a férfit, gyűlöli a családot, és szándékosan használom ezt a szót, hogy gyűlöl, mert az ad választ a te kérdésedre, hogy mi motivál. Ezek gépek, és gyűlölködnek. Oké. Okay. Na most, mi a gyűlölködésnek így a háttere? Nagyon profi az ego pszichopata pszichológiája. Ezt te látod, mert ott vagy, ugye az expert coachban, a kvantumban, és ott aztán tényleg feltárom ezt a millió réteges, nagyon mély világot, és olyan finom trükkök vannak, hogy ebből az útvesztőből tényleg profi mentorokkal lehet csak kiszállni. Miért gyűlölködik valaki? Több oka van, de a legfőbb oka az, hogy úgy érzi, hogy verességet szenved. A sátán, i erők, az ördög úgy érzi, hogy ő az Istentől verességet szenvedett. Ő kiesett az Isten kegyeiből, és rajtunk keresztül, az elmei programokon keresztül játszatja le velünk az ő törését, meg a töredezettségét, és az ő bosszú vágyát. Oké. Okay. Ez egy mély téma, csak tényleg szeretném azt az embereknek látni kicsit magasabbról. Ebben a világban a sátán volt az Isten. A sátán, ahogy mondtam, gyűlölködik, és kihasznál olyan gyengeséget vagy integrálatlanságot bennünk, amit ő támadásra fel tud majd használni, abban a pillanatban, mikor mi támadunk, az igazi humánban bűntudat keletkezik, a bűntudat miatt meg lehet az embert kontrollálni. Mi volt a cél a control systemben, hogy kontrollálják a humánt, és leredukálják, lerombolják az önbizalmát, és az egyik olyan pillérünk, amit nagyon könnyű lerombolni, ez az önbizalmunk, a másik pillér pedig a szexualitásunk. Az egészséges szexualitásunk az egy isteni ajándék, amikor az emberek gyógyultak, és a szexualitás nem utasítják el, akkor az ad egy olyan nagyon-nagyon jó, ez a flow energiát. Akkor tudunk jó pénzt teremteni, akkor tudunk jól viszonyulni a világhoz, mások, hogyha az egészséges szexualitásunkat is mindenféle flirt, vagy mindenféle ilyen túlzás nélkül át tudjuk adni. Na most ezt szépen lerombolták. És az a lényeg, ezt elmondom, mert tudod, a napvillanás is közel van, április 2. hetére van tervezve, és az egy nagyon komoly tisztító erő, hogy ezt a sátáni mindsetet, ezt a gondolkodásmódot, az emberek elméjében vannak ezek a programok, hogy ezt akkor elkezdhessük tényleg tisztítani. Az égiek, a
felsőbb vezetés azért mutatja be ezt a sok rossz, kellemetlen, akár gusztustalan dolgot is, hogy lásd, hogy mi folyt itt a háttérben. Lásd, mi van az emberek elméjében. És úgy tudjuk csak feloldani, Szonya, ezt, ha az ember szembesül vele, és a saját elméjén keresztül feloldja, azáltal ez az energia elengedődik, és megszabadítja a kvantum mezőt ezektől a lerakódásoktól. Ezért nagyon fontos a belső munka. A belső munka nem arról szól, hogy én most csillámporos parkolót, meg tudod, ezeket a szívrávány színű pónikat manifestálom, hanem kitakarítjuk ezt a gusztustalan sátáni világot. Oké? Okay. Hol kezdődik a szexuális hatásértés? És most nyilván itt nem a jogi fogalomra gondolok, vagy nem azt annak a végére akarok veled járni, hanem elsősorban arra célzok ezzel, hogy hát nyilván ugye, aki tőled tanulunk, azt tudjuk, hogy trauma az nagyon fontos, és mindent a traumák okoznak. De hol kezdjük el traumaként megélni a szexuális zaklatást, vagy a molesztálást? Tehát, hogy hol van bizonyos értelemben az a határvonal, hogy mondjuk az már traumaként jelenjen meg valakinek az életében. Tehát például, amikor a nagypapa az ölébe ültet és simogat, az már például molesztálásnak, szexuális zaklatásnak minősül-e egy gyereknek az elméjében. Ha nem is így fogalmazza meg, de hát nyilván érzi, hogy itt valami nem stimmel. Nagyon komplex, mert van a fizikai sík, és vannak olyan síkok, amit mi nem látunk, de most bemutatnak nekünk. Ez egy ősi probléma. Az a baj, így az eddigi tanításokkal, hogy senki nem ismerte a mélységeket, és egy ilyen hablatyos, felszínes, buta, torz világban éltünk, ami az ego világ, ami az ördög világa. Az ördög az sunyi. Az ördög az gerinctelen. Az megbízhatatlan. Az csábít. És ezek a programok az emberekben ugyanúgy ott vannak az elmében. Az egészséges szexualitásunkat már millió évvel ezelőtt letámadták. Bármiféle ilyesmi dolog van, szexuális zaklatás, és legyünk egy kicsit vissza a fizikai síkra, a pasas fütyül a nő után. A nők se különbek, ők is fütyülnek a pasfütyül, de ez még nem gond. Az a baj, hogyha a mögötte lévő energiába gyógyulatlan traumák vannak, mert akkor ez támadás. Az emberbe több tízezer olyan program fut az elméjében, ami támad. Ezt ő nem tudja, mert lefedi. Én vagyok jó fej, én most elmegyek Horvátországba, és 2 hét alatt tudod, én most ezt csinálom. Ez egy cover-up story, egy fedő történet. Az ősi sejtemlékenyben ott van, hogy a nő támadja a férfit, a férfi támadja a nőt. Vissza az eredeti sátáni programozáshoz. Nincs szerintem, és ez az én már tapasztalatom, nem is véleményem, hanem már tapasztalatom, hogy a legtöbb ilyen embert, aki én nagypapa, a te esetben megkérdezted, szerint gyógyíthatatlan. Gyógyítható, ha gyógyulni akar, de a legtöbbje nem akar gyógyulni. Olyan mély, rossz programozásban van ezek az illetők, hogy ezeket a napvillanás valószínűleg el fogja távolítani. Hála Isten! Na most, nagyon sok síkon futnak a dolgok. Tehát a legtöbb ember nagyon nincs rálátása a nagyobb képre. Le vagyunk redukálva, legalábbis a többség a fizikai síkra. Munka, partnerek, főnök, stb. Nagypapa, nagymama, és akkor tudod, ezekben a körökben, így mentális körökben futunk.
Én ebből soha nem csináltam titkot, ezt te is tudod, mert ott vagy a belső köremben, de úgy érzem, hogy ez most itt apropó megemlíteni, hogy az emberiség kihalt a jövőben ezek a rossz programok miatt. A gyűlölködés, a szexualitásunknak a támadása. Például a szürkék is. A szürkék is azért lettek ivartalanok, mert elfogadták a mesterséges intelligencia, azaz a sátáni programozást. Úgy hogy they fuse with the machine. Tehát össze elfogadták a gépet, az emit, ezt a rossz mentalitást, és ivartalanná válták. Az emberiség, hogyha kimegyünk millió évekkel a jövőre, vagy jövőbe, mi, nekünk végünk lett ezek a rossz programok miatt. Az történik, és ezt már a csillagmagok tudják, hogy visszajöttünk a jövőből kitakarítani ezt a kuplerájt. Ez egy kupleráj, gyalázat. Jó? És nagyon nehéz, mert mi több millió évből, 5 és 66 millió évből jöttünk vissza a jövőből. Ki honnan? A csillagmagok csak. Magyarul mi a múltba vagyunk most. Ez nem ókor, hanem az ókor, ókora. Minimum 5 millió évvel vagyunk a múltban, van, aki 60, van, aki 66. Nem is számít ez. Magyarul mi nagyon nagy tudatosságot, egy isteni érzést és egy logikát hoztunk vissza a jövőből ide a múltba, ebbe a sátáni rendszerbe, hogy magunkat meg tudjuk menteni, ez egy hatalmas kozmikus regresszió, és ádrótozni ezt az ostoba, buta, tunya, sátáni programozást, és az emberek elmébe rejlő rossz programokat. Tehát ez is folyik a háttérben. Na most, ugye eddig a csillagmagok visszajöttünk mi ebbe a box, vagy tudod, nem is minek hívják, box, box ring, az a... Boxing. Úgy Igen, hívják, hogy gyűrű, boxing. talán. Okay. Nem. Igen, azt hiszem, nem vagyok egy nagy sportájú, hogy itt a pontos kifejezőséget tudni. Oké. Na minden, és az a lényeg, hogy tudod, a legtöbb csillagmag az mi úgy volt, hogy van egy állásunk, nem is tudjuk, kik vagyunk, az egész világ olyan fura, nem találjuk a helyünket, és most, hogy a Matrix kell szétesni, persze fentről nekünk segítenek, mi vagyunk a hadsereg, egy helycserés támadás jön, és aki fent volt, len lesz, aki len volt, fenn lesz, és most ébrednek a szunnyadó Krisztusok. És azért ébredünk, nem csak azért, hogy tudod, csillámporos pónikat izéterünk, hanem hogy feloldjuk, és le romboljuk és szétszedjük ezt a sátáni rendszert. Ebben van ez a szexuális támadási rendszer. Jó. Azért mondtam el ezt, mert nagyon fontos tudni, hogy ez is van a háttérben. Az ember az erről nem, ha nem tud erről az ember, akkor a fizikai síkról próbál értelmet adni egy olyan kozmikus bibliai történetnek, amit nem fog látni. Azért jöttünk vissza, hogy véget vessünk ennek az ocsmány világnak. Na most. Nagypapa a te esetedben az egy, vagy egy beprogramozott valahai humán, akit az ördög elfoglalt, vagy egy ugyanúgy egy náci klón. Nem tudjuk. A legtöbben náci klónok. Van egy olyan történet is, és ez nagyon fontos megosztani, hogy az égiek most így a napvillanás előtt, és majd utána, és csak akkor már turbósan, próbálnak bemutatni egy és egy dolgot a humánoknak, a humanitásnak. Hogy nézd csak, rázod az öklödet, politikus? Már rég halottam, hogy mindegyik jó klón. Tehát úgy értve, hogy már nincs, az igazi gonosz már csak az emberek elméjébe létezik. És az a lényeg, amit az égiek próbál bemutatni, hogy látod? Náciklón, 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 szorozd meg milliókkal. Ezeknek hódoltál be, a te személyes erődet adtad át nekik, te dicsőítetted őket, és a saját értékedet, az igazi szívedet, a humanitásodat meg lerombolta. Ezért nagyon fontos az elme ismeret. Még mondok egy dolgot, és utána
hagylak kérdezni. Ezt én mondtam már egy amerikai interjúmban, hogy amikor mi valamikire csodával, így áhítattal, bámulattal vagyunk, életet lehelünk ebbe a valakibe, még akkor is, ha egy gép, és magunkban az ellenkezőt installáljuk. Például, most mondok valamit. Én már nincs idő erre a sok hablatyra, amit eddig toltak. Például Jennifer Aniston. Ő is egy klón, ugyanaz a klón, mint Barbara Streisand. Jennifer Aniston az egy eszméletlen gonosz boszorkány. És ezeket mi áhítatta. Jaj, de szép, aha. És amikor mi energiát adunk ezeknek a náci klónoknak, magunkba installálunk egy olyan bűntudatot, hogy örjöngünk, mert a lelkünk tudja, hogy ez egy náci klón. És magunkat tönkretesszük a feloldatlan, önromboló elmei programokkal. Nekik életet adunk, magunkat meg élettelenné tesszük. Ennyire erős lények vagyunk, de aki nem ismeri az elmei síkokat, és az elme erejét, és az elme takarítási módokat, az belesik ebbe a csapdába, ahogy mindnyájan beleestünk. Jó? Tehát majd még szeretnék mutatni neked valamit, de ez nekem tudod, minden szinte föntről jön, és én azért osztom meg így, hogy ahogy esik, úgy paffan csuttan, mert mint muszáj, szüksége van az embereknek az igazságra. Jó? És ez egy módon lehet megoldani, feloldani belső önmunkával, profi mentorok. Pont erre vonatkozott, vagy vonatkozik a következő kérdésem is, hogyha jól értettem, akkor a tulajdonképpen az áldozatok, de nem biztos, hogy ezt a szót kéne használnom, hogy áldozatok, mert nyilván van az áldozat mentalitást, azt senkiben sem szeretném erősíteni. Megtapasztalók, nem tudom, te miről értesz egyet vagy ide, hogy ők azért vállalják ezt a nagyon nehéz megtapasztalást erre az inkarnát, vagy az adott inkarnációra, vagy az életükre, mert hogy igazából ennek a tisztításában szeretnének részt venni, tehát hogy így ezt ki tudjuk pucolni már végre ebből a kollektív elméből, és gyakorlatilag az ő áldozatiságuk révén hívják fel a figyelmet ennek a jelenlétére, és annak a szükségességére, hogy ezt már pedig most már el kell engednünk, és ki kell pucolnunk a kollektív elméből. Jó. Igen. Jó, szuper. Ide vonatkozik még egy olyan kérdésem, hogyha most megnézzük, hogy áldozati oldalról ezt az egészet. Ők elmegy szinten ilyenkor mit élnek át. Egy, másrészt pedig, hogy ez ugye milyen problémákhoz tud vezetni az ő életükben. Harmadrészt, ugye, ami nagyon foglalkoztat, hogy ami nagyon közös tényleg az összes szexuális erőszakot megtapasztalóban, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon erős szégyenérzet, amivel ugye nem tudnak mit kezdeni, hogy ezeken például hogyan lehet segíteni. Tehát, hogy mit élnek át elmei szinten, hogy hová vezethetnek ezek a fel nem dolgozott traumák, és hogyan tudják ezt a szégyent feloldani magukban. Oké. Dolgoztam nagyon sok férfival és nővel, akinek szexuális traumája volt, ez a molesztálástól kezdve nagyon durva a verziókig. A legesleg-nagyobb kihívás, hogy amikor egy embert szexuálisan bántottak, ahogy te mondtad, ez a szégyenérzés, ez sokszor arra készíti, hogy elhallgassa, elnyomja, magába folytson, és ne keressen megoldást. Ez nagyon veszélyes, mert a feloldatlan traumák, a szexuális traumát talán az egyik legrosszabb ilyen szempontból, az alsó elmei rétegekbe örjöng az ember és támad. Onnan jön a cukorbetegség, ebből a belső támadásokból. Amikor az ember úgy érzi, hogy szexi, amikor az ember úgy érzi, hogy a szexualitásával jóban van, nem lehet beteg. Nem lehetünk beteg.
És ezt nagyon szépen lerombolták. Miért? Mert a sátán rendszernek az egyik ágazata az orvostudomány, a egészségügy, betegségügy, jó? Tehát igazán nem volt az a cél, hogy az embereket segítség, gyógyítsák, egy cél volt lerombolni az organikus humánt, átterelni őket az inorganikus emi világba, és pénzt kérni tőlük azért, hogy gyógyulhassanak a sátáni rendszertől. Ez vicc, hát ez már katasztrófa, de mindegy, ez a lényeg, hogy sokkal durvább dolgok is folytak a háttérben, mint ez. Csak hogy mondom, és az embereknek ez be lesz mutatva. Menjünk egy kicsit vissza erre. Amikor egy embert szexuálisan bántanak, az ártatlansága, azaz az isteni viszonya megsérül. Ez a legnagyobb bajunk. Ezt mondtam többször veled is, és tényleg ez egy annyira fontos szó, az emberek istentelenek. Ez nem egy vallásos kifejezés, hanem forrástalanok, az ördöghöz pohászkodtak. Ebben benne van rengeteg vallás, stb. Tehát valódi szeretet nélküliek. Én ezt mondjuk úgy Teljesen fordítom volna. szívtelenek, lélektelenek, és ez egy nagyon fontos szó. Lélektelen zombik. Egy náci klón csapatnak voltunk így a szemtanú. Azért sokszor mondta, hogy ne az öklödet rá szicalálj, hanem figyelj, takarítsd a burádat, mert bármikor bennünk egy érzés feljön, ami lehet, hogy jogos. Minél tovább tartjuk integráltan az érzést, annál nagyobb életet lehelünk a nem kívánatosba. Ez az árnyvilágnak ez a dualitása. Attól, hogy mi nem csináljuk, de nem tetszik, és az integrálatlan, attól mi még egy gyáva pozícióból támadjuk, és erőt adunk a nem kívánatosnak, és így használták ki az emberiséget arra, hogy mi teremtsük a mi elménkkel ezt a kuplerájt, oké? Azért mondom, aki az elmét nem takarítja, és nem fekszik rá, az tudod, bűnösök közt cinkos, aki néma. Ezért kell az elmét takarítani, mert ezt mi teremtettük. Mi akkor is, ha nem tudtunk róla. Na most. Vissza a kérdésedhez. Lehet gyógyítani, nekem megvan rá a metódikám, tudom a pszichológiát, tudom az asztrál pszichológiát, tudom a quantum, tehát ezt te tudod. Az a lényeg, aki ilyen áldozat volt, és az áldozatnak két jelentése van, több jelentés a dolgoknak. Mindnyájan voltunk áldozatok. Ez nem azt jelenti, hogy áldozati mintában vagyunk, hanem voltunk egy balesetnek az áldozatai, egy rossz szónak az áldozata, Atlantisban is az áldozata voltunk. Tehát van egy ilyen áldozat, hogy ott volt. Felrobbant körülöttünk a világ, és akaratunk ellenére, tudtunk ellenére valami történt. Van az ego verzió, az áldozat, mikor az ember szenved. Jaj, mi folyik itt? Hát az folyik itt, kis szívem, amit az elméddel teremtett, az folyik itt. Ez a rossz értelembe vett áldozat. Na most, az emberek, a szexuálisan bántalmazott embereknek, ahogy te is mondtad, családon belül történik általában, ezeket nem lehet gyógyítani, az abuzálókat. Az abuzáltakat lehet, ha hajlandó, annyira alázatosnak lenne, legyen mérges, csak legyen hajlandó változni. A sátáni programozásban, nagyon mély elme programozásban vannak úgynevezett ilyen, amit úgy hívnak angolul, hogy kill switch. Tehát ez a ha ezt a szót hallod, vagy ezt a dalt hallod, utána tudod, ezt turbóra teszed a hülyeséged, és valami rosszat csinálsz. Vannak ilyen kill switch. Egy gomb megy a módon, és elkezdene az ember automatikusan működni, mint egy gép, pontosan, ami benyomsz egy gombot, és csinálja a feladatát. És ezek be voltak nekünk mutatva a filmekben. Még a humoros filmekben is. Emlékszem, még mikor kisrác voltam, a Naked Gun. Azt hiszem, mesztelen fegyver, abban is volt. Csupasz pisztoly. Igen. Okay. És abban is, tudod, rengeteg ilyen van, hogy tudod, megy a gép, és meg kell, hogy jöjjön. Na most ez nem vicc.
Minden ott volt előttünk, csak annyira mókuskerékre fókuszáltunk, túlélés, 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 hogy figyelmen kívül hagytuk az igazi problémát. Na most, ennek az embernek, az áldozatnak, a szexuális áldozatnak hajlandó kell lennie. Nem picit, hanem teljesen kitakarítani az elmét. Nagyon kevesen nem hajlandók, mert ott ez a kill switch. Úgy vannak programozva hipnotikusan, hogy ha egy bizonyos szinten följebb mész, ha te ezzel elkezdesz beszélni, akkor benned rossz érzés jön föl, akkor olyan hiedelmeket tettek az emberekbe, hogy az rosszhoz vezet, és ez egy sátáni trükk. Most már ezt te érted, mert tudod, csinálják a hipnózis meg a kvantum nyelvezetet, és a legtöbb ember bedől ezeknek a rossz programoknak, mert rossz érzéssel járnak. És azért kell nagyon komoly akaraterő és tudás és mentorság, hogy az embereknek tudjunk segíteni kiszállni ebből a gépezeti, gyűlölködő mechanizmusból, és nagyon kacifántos útvesztő teremtettek ezek a pszichopaták. Jó? Tehát ez egy profi pszichopatizmus, ami itt volt, azért jöttünk vissza, hogy ennek véget vessünk. Na most. Nagyon sokan ezzel a rendszerrel vannak tudattalanul. Meg fogják védeni ezt a rossz rendszert. Honnan tudod? Hogy beszól, hogy támad minket. És nekünk ugye az volt a kihívás itt, és ez igaz a szexuális áldozatokra is, hogy soha senki nem mondta el, hogy van kiút, mi a kiút, milyen felelősséggel jár, milyen nehéz a kiút, nem nekem, hanem tudod, amúgy érzelmileg nehéz, maga logikusan nem nehéz, érzelmileg nehéz, és hogy nem elnyomva maradni, ez a csillagmagoknak most nagyon fontos, elnyomva maradni, jaj, kicsi én, csúnya fekete ruhás bácsi, jaj, úgy olyan éhes vagyok, én akkor kérek egy fizetést, jaj, most, tudod, ez a megalázkodó világ, ez most megfordul, és az emberek pofájába bele kell mondani az igazságot. És erre engem kiképeztek tizenvalahány évig. Nem csak a földi síkon, hanem sokkal magasabb síkon. Ezt mondta még annó egy évvel ezelőtt az árnyé videómban, hogy én Isten igazságot beszélek, ha tetszik, nem, vagy bocsánat, tetszik, jó, ha nem tetszik, megyek tovább. És ez hiányzott az emberekből. A spirituális közösségek most megnézed, makkannak meg. Miért? Mert olyan sok feloldatlan rossz program van az elméjükben. Olyan traumatizáltak és nem oldották fel. És minden, ami konfliktus egy ember életében, az a feloldatlan támadások miatt van. Erőharcok és támadások. Jó? És azt kell megtanulni most a csillagmagoknak, hogy magunkat rendbe rakni, leporolni, átérezni, átrótozni magunkat, és nem hagyni ezt a sok támadást érvényesülni. Én is tudod, látod, azért mondom, hogy itt agonizál valaki, ne figyelj, szívecském, olyat kapsz egy bányagépe, hogy a faladja másikat, megállsz. És ez meg kell tanulni. A fény nem fél a sötétségtől. Az Isten nem fél az ördögtől. Az ördög retteg a fénytől. Retteg. És nagyon-nagyon sok sötétség van az emberek elméjében. Oké. Tehát a szexuális abúzált embereknek tényleg nagy szüksége van akaraterőre, egy még a törött szív ellenére is, egy olyan kiállást, egy olyan, majdnem, hogy követelje azt, hogy meggyógyulhasson. A legtöbb ember gyenge. Félúton kiszáll. Ja, hát ez nem nekem, francok nem. Biblia is mondja, hogy nagyon sokat hívtak, de nagyon kevesen válaszolt. Ezért. Tehát, milyen problémákhoz vezet a szexuális abúzus? Meddőséghez, nem fog tudni az illető teherbe esni, szexuális problémákhoz, férfiaknál erekció, mindenféle aranyér akár, nagyon komoly betegségekhez, cukorbetegséghez és komoly autoimmun betegséghez vezet, mert ahogy mondtam, hogy
mikor megtörténik velünk egy trauma, az a trauma nem először történik. Ebben az életben az már csak egy újra játszása, egy új egy ismétlése annak az előbbi traumának. Vagy esetleg az őseinkének. Igen, pontosan. Best, vagy múlt élet, vagy ősök. Majdnem, ami most rajtunk keresztül kijön, az szinte minden ősi. Itt vagyunk az ókorban, az ősök között. Itt lavírozunk a zombi apokalipszisben, és látjuk, aki minket körülvesz, azok az őseink. És akkor itt vagyunk, hogy mi is, ó, nézd ott a Robik, ott van kis Szonya, gyere szívem, gyere, fölturbózzuk az elmédet, hogy ne kelljen itt megragadnod ebben az idősíkon. És így mentjük meg magunkat. Azért jöttünk vissza a jövőből, hogy ezt a zombi apokalipszust, az élő halottakat feltámaszhassuk. Mi támadunk fel, mi voltunk az élő halottak. Mert annyira traumatizáltak voltunk. Oké? És nagyon sok fizikai betegség, ahogy említettem, ered ebből, eszméletlen bűntudat. Az egész test szinte egy roncsá válik, amikor az embereknek ilyen feloldatlan szexuális traumája van. Nyilván gondolom nőknél ugye a női szervekkel kapcsolatos megbetegedések, férfiaknál a férfi szervekkel Így kapcsolatos van. megbetegedések. Így van. Beszéltünk erről a rákos videónkban is szerintem pont, hogy a mellrák is általában ide vezethető vissza, nyilván gondolom, hogy az endometriózistól kezdve egy csomó minden Igen. női szervi rák is visszavezethető ide. Így van. Amikor az embernek az elméje üres, azaz megoldotta a traumáit, konfliktusait és a rossz élményt, nem létezhet betegség. Nem létezhet szegénység. Nem létezhet rossz kapcsolat. Csak ez annyira kigúnyolta a sátáni rendszer. Az egy dolgot, az elme kitakarítását, ezt mindig gúnyolt, és nem akarjuk ezt a gúnyolásos, megszégyenített érzést bevállalni, inkább lemondunk az egészségünkről, és akkor jön az ego, ami egy trauma tológép, ha lehet így fogalmazni. Ő szándékosan beletesz minket a következő traumába. És nem csak úgy, hogy tudod, belénk jönnek mondjuk jobbról a kereszteződésben, hanem hogy kísértésbe essünk. A kísértés, a csábítások, ez egy ördögi dolog. Mutatok valamit. Megosztom a képernyőmet. Ez nagyon érdekes lesz. Van ez a ugye van angolul, meg van magyarul is, a mi atyán. Igen. Ezek így a modern verzió. Nem is ez a lényeg. Ez egy az egybe ugyanaz a szöveg. Ami lényeg itt az, hogy van egy olyan része, hogy and lead us not into temptation, magyarul, és ne vigy minket kísértésbe. Itt a kvantum nyelvezet a not. Ugye? Meg ne. Tehát az elme nem ismeri a nemet, azt mondja, hogy vigyél minket kísértésbe. Ugyanez a... Na most, ez az ima nem az Istenhez szól, hanem az ördöghöz. És trilliárnyi, tricsilliárnyi, nem is tudom ezt a számot, ezt ontották, ezt az imát nyomták. Az ördöghöz imát. De szabadíts meg a gonosztól. Oké, megvárlak. Bocsánat, elgurulok, igen, mert becsukom az ajtót, hogy a kutya ugatása ne hallatszódjon be, itt vagyok. Jó, tehát az a lényeg, hogy nézd csak, hogy ez egy totál agymosás. Ez az indoktrinációnak egy lépése a millióból, hogy ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az ördögöt kéri az ember, hogy szabadíts meg az ördögtől. Oké? Ennyire. A leghétköznapi dolgok, és akkor ennél még mondom, van milliószor több dolog. Mutatom Elborzongató. az eredeti mi atyánkat. Itt nincs olyan, hogy nevez, vagy tudod, ne essen kísértésbe. Lead us not to temptation. Jó? Nézze, milyen szép. Uh-huh.
A te vágyad a milyen kell cselekedjék, miképpen minden fénybe, aképpen minden alakba. Na az a lényeg, nézd csak, minden nap add meg nekünk, amire szükségünk van, kenyérben és szellemi látásban. Erről nem beszéltek, ez az elme. Old fel hibáink szálait, emlékszel teljesen a kvantumban, az ego, az ördög a hibáinkat ellenünk használja, melyek kötve tartanak minket. Emiatt hűlt meg az emberiség. Amiként mi is feloldjuk a köteléket, azt jelenti, hogy az Isten segít, ha te segítesz magad, azt tudja, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Itt a felelősség a saját elmei programjainkért. Ez az eredeti. Ezt már mindenképp küld át nekem, Robi, jó? Persze, ez benne lesz a felvételben, csak mutatom, hogy Szuper. teremtő isteni szellemünkkel és cselekvésénk, ez a férfi energia, eddig ez hiányzott. Egyesítsük a mennyet és a földet, mert ugye mi volt? Hablagy? Ez nem az, ez nem hablagy. Hablagy volt, de senki nem cselekedett. Szájhősök, fotelhuszárok, erről szólt az élet, és az egész, erre elszívom hablagynak, nézd, milyen gyönyörű ez. Mennyet és a földet, lehozni a mennyországot, az ártatlanságunkat a földre. Teljesítsük küldetésüket lelki erőnkkel, ez is hiányzik az emberekből. Tenni akarása, ez is hiányzik, kinevelték az emberekből, amely életről életre megújul bennünk. Örök élet. Hittel, látod, és ez is a sebünk, pont előtte beszélünk, a distrust, a hitetlenség, a bizalmatlanság. Hittel és bizalma megpecsételve egész lényünkkel megerősítjük mindezt. Legyen így most és mindenkor. Milyen gyönyörű. Erre, tudod, ez a so be it and so it is now. Ez így lesz, így van, és így lesz. Na, Így ez van. a lényeg, és én ezt tanítom. Elküldöm neked feltétlenül, ez, ahogy mondtam, Jó. fenn lesz. Jó? Szuper. Köszönöm. És nagyon szívesen. És nagyon mély téma, én úgy érzem, hogy én úgy vagyok drótozva, hogy ha ezt én nem mondom ki, akkor én abból jó nem lesz. Azért mutattam meg ezeket a dolgokat, hogy az embereknek legyen egy más rálátása, és ne csak ez a sok hablagy legyen. Köszönjük szépen, Robi. A következő kérdésem ugye arra vonatkozik, hogy nem lehet azért olyan élesen meghúzni a határt erőszaktevők és áldozatok között. Ugyanis nagyon gyakori jelenség, hogy maguk a bántalmazók bántalmazottakból lesznek. Tehát az a gyerek, aki már átéli gyerekkorban azt, hogy megerőszakolja a saját apja, mondjuk ki nyíltan, lehet, hogy saját maga is erőszaktevővé válik. Ilyenkor mi történik? Tehát ez a sátáni, ez az ördögi program gyakorlatilag injektálódik, elmei szinten belé is, és ő újra le fogja játszani, vagy ilyenkor lehasítja magáról az elme, a tudat, ezeket a traumatikus részeket, és gyakorlatilag bevonul az árnyékvilágba, és akkor jön ez a bizonyos nyomógomb, vagy ez a gomb benyomódik, és akkor ő lejátsza újra ezt a történetet. Mi történik ilyenkor? Minden traumában szeparálódunk, és ez egy közismert szó, csak nem tudja az emberiség, hogy ez mit jelent. Erre mondtam, talán emlékszel a belső körben egy olyat, hogy ha mi vagyunk a planetáriumban, középen ez a vetítőgép, és ez a dóm, vagy erre a kivetített csillagok, azok a mi részeink, azoknak a csillagoknak nekünk itt kéne, hogy belül legyünk, különben nem vagyunk jó. Most ez egy metafora, de azt hiszem, hogy érted, hogy de több tízezer részünk van, a töredezett elme tartományába tartoznak ezek a levált részek. És az történik, hogy minden levált részünk, ebből nem tudunk, az előbb-utóbb ad egy ilyen, így kipújhatjuk magunkat, egy békést, utána 15, bocsánat, 20 év múlva meg ránk támad. Ez a rengeteg csillag, ami planetárium, olyan, mintha mi várunkból kivonultak volna katonák, a több ezer katona és felénk irányítja az ágyut. Azért kell az elmét kitakarítani, ezek a katonák, meg ezek a csillagok a mi szeparációink. Mikor mi szeparáltak vagyunk, és mindenki az istentelen, gyűlölködő, öklétrázó, buta, ost,
jó, gerinctelen, stb. Oké, tehát ez mind programok, ezek programok. Azért kell integrálni, és azért tudod, nem az van, hogy ez az enyém, tied, a te feladatod, a te felelősséged, ez az ember olyan sok felelőtlenségre van programozva, hogy tudod, elutasít minden, ami fontos, és ünnepli a hülyeséget. Na most. Mikor mi szeparáltak vagyunk, akkor befolyásolhatóak vagyunk. Akkor rendíthetőek vagyunk, az ellenkeznek a rendíthetetlen. Akkor megbízhatatlanok vagyunk. Akkor félünk. A szeparáció oda vezet, hogy betegek vagyunk, rosszul vagyunk, félünk a külvilágtól, félünk a másiktól, félünk mindentől. De ezek ördögi programok. Azért kell az elmét integrálni, hogy az ember lerázza magára, azt mondja, hogy figyelj, kis Balázs, pofa be, elég, elég, elég. És ehhez puca kell. És ez hiányzott ebben a régi rendszerben, tudod? Jézuskától nem csak piros biciklit kellett volna kérnem, egy kis tartást, kis gerincet, becsületet. És ez hiányzott. És amikor az ember szeparált és traumatizált, ezek hiányoznak. Azért is csináltam a nagy technikát a viszlátszorongáskor, hogy innen mi hiányzik? Gerincesség! Tehát, nagyon durva dolgok folynak. És ezek a rossz programok ugye a DNS-en keresztül mennek tovább. Nem csak a DNS-en keresztül mennek tovább ezek a programok, hanem televízió, rádió, média és különféle frekvenciák, tehát külső hatások miatt is. Az emberek támadás alatt voltak. Az organikus életet támadta az Antikrisztus. Ezt mondtuk már. Na most, mi visszajöttünk ide, mint a teremtő, ugye hadserege, a földi hadsereg, minket segítenek fentről, és elkezdünk seperni, pucolni, slagozni, kimosni. Tudod, hogy a Petőfi is mondta, hogy és mit ránkentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Ez a mi dolgunk. Nagyon kevés akaratere jön az embernek. A csillagmagoknak nagyon erősnek kell lenni, mert most olyan dolgokkal fogunk szembesülni, amit még a legvadabb álmunkba se hittünk volna. Ez a pedofília, ez az egyik ebből. Még sokkal durvább dolgok folytak. Jó? Ez nem kellemes téma, de azt szeretném mondani, hogy ezt te tudod. Hogy mindenre van megoldás, de nem az a tradicionális, csillámporos, tudod, ugri-bugri megoldás, mint amit eddig hirdettek. Sokkal vadabb, sokkal mélyebb, és sokkal részletesebb ez az egész, mint az emberek hinnék. Jó? És az történik, hogy akit bántottak szexuálisan, vissza a gyűlölet és a vereség neki így a pilléreihez, akit bántottak szexuálisan, egy, ez nem most történt először, tehát újra aktiválódik egy ősi minta. Kettő, mi úgy érezzük, hogyha minket bántottak szexuálisan, ugye behatoltak a mi energiamezőnkbe, mi az ártatlanságunkat elvették, ezek nagyon komoly szeparációk. Elkezdünk örjöngeni. Az örjöngésünk, örjöngés mögött vannak olyan kvantum, pszichológiai dolgok, amiről mi nem tudunk, és utasítjuk el minden örjöngésbe a jólétet, a biztonságot, a kedvességet és a megoldást. És így is megy tovább, hogy persze, hogy örjöng, csak nem tudja az ember, hogy az örjöngése mögött vannak plusz ördögi programok, ami visszaviszi őt az oroszlán ketrecbe. Az ego azt mondja, örjöngjél, mondd ki, fejezd ki magad. Oké. Okay. És akkor bum. És teszi tönkre az ember magát a saját láthatatlan programjával. Mondom, nagyon aljas az ő ego, nagyon kacipántos, egy abszolút profi pszichopata, de ha az ember tudja azt, hogy nem kell tovább vinni ezeket a mintákat. Ehhez kell puca, nem, ahogy mondom, piros bicikli tartás, még kell egy kis vér a pucába, és utána tényleg nekem is kitakarít az elmét. Mert ez onnan jön, a tudattalan világból.
És azért bánt valaki egy másikat, egy, mert elfogadta az Antikrisztus programját. Amit én programnak hívok, az egy rossz, emberellenes mechanizmus. Ezért kell az elmét kiüríteni, hogy ne legyen bennünk istenellenes, emberellenes mechanizmus többet. Jó? És azért támad, mert őt is támadták, csak az támad, aki fél. Minden félelem alatt ott egy bűntudatkupac, és ez az egónak, az az ördögnek a két fegyvere, félelem és bűntudat. Ha tényleg az ember ki akarja bogozni ezt a kacifántos, nagyon mély világot, meg kell ismerni ezt a pszichopata pszichológiát. Ez a kvantumpszichológia. És ha tudod, akkor belemersz menni, és azt mondja, hogy elég, vége, itt van vége. Elég volt. Említetted itt a pedofíliát, és szerintem nem véletlenül a szexuális erőszakon belül ez az a témakör, ami aztán tényleg totálisan kiveri a biztosíkot, szerintem a legtöbb embernél, legalábbis azoknál, akik tényleg szívből szeretnének élni és érezni. Miért sokszor egy csecsemő vagy egy totyogó gyerek adja meg az örömöt ennek az ördög programját átvett elmének? Mit ígér akkor az ördög, vagy mit hitet el, hogy mi fog beteljesülni, vagy milyen ajándék, vagy milyen nyugtalom lesz azért? Az ördög örjönk. Örjönk, gyűlölködik. Ez mindenkiben ott van. Amikor egy kisgyermeket bántanak, akkor az történik, hogy ezt a kisgyermeket örjöngésre programozzák. Az isteni ártatlanságától megfosztják a testét, a Szent Grált. Megalázzák. Erről nem tud. Ez a legnagyobb gond, erről nem tud a kisgyermek. És az történik, hogy ebből lesznek igazi pszichopata vezetők, igazi pszichopata katonák, igazi pszichopata támadó gépek. Igen, ezt Minden való. említetted is, hogy így direkt tréningezték így. Igen, hát ez Nem már tudom, római hogy pontosan égnál mi a éve. vikingeknél is így volt, hogy, és az anyag, amit csinálnak, hogy 3 éves kor alatt csinálják ezt általában férfiakkal, nőkkel is csinálják nagyon sok mindent, és akkor ebből lesznek ilyen pszichopata katonák, ilyen killing machines, tehát ez az egy gyilkos. Mondom, ez eszmetlen, tudod, egy nehéz téma, de ezt most átadom én, ahogy átadom, utána az égiek a napvilás után meg még durvábban át fogják adni. Jó, tehát ez a lényeg, hogy én a csillagmagoknak, ugye, én azért jöttem ide, meg azért képeztek ki, hogy nektek segítsek az emelkedőknek. Nem feltétlenül kellemes téma, de tudom a megoldást, tehát tudom a kiutat. Tehát ez nem csak beszéd, hanem tudod, ez nagyon precíz mechanikán, meg lépéseken keresztül fel is tudom oldani, és ezt adom át, és tanítom. Ahogy említettem, belső körökben 2024. augusztusára Schwarzberg kávéz, eléggé pepita év lesz, ilyen, jól vagyok, nem vagyok, jól vagyok. Augusztusra ez a sátáni arrogancia véget ér. A sátán arrogáns. És az emberekből is kinő. Mit tudsz te? Meg ki vagy te? Figyelj, én nem vagyok, ki te kérdezz, lógjál vele még 10 percet. És ki kell adni, vagy oda kell csapni ennek a sok, tudod, arrogáns lénynek, mert nem értik, hogy a sátán foglalta el a búrájukat. És ennek az arroganciának vége lesz. Az ember végre megtanul alázatosnak lenni. Mikor látja, hogy ezt ő teremtette, nem csak tudod a szépet, meg a jót, hanem ezt a rettenetes, mély, nem kívánatos dolgot. És utána integrál, feloldja az elméjében, és isteni erőre kaphat. Eddig ez hiányzott. És ez a sok arrogáns, ugye, ahogy mondtam, az őseink között lavírozunk most. Ez a hi-hi-hi, ha-ha, ebben nem hiszek. Erre mondta, be nem hinni kell, ezt meg kell tanulni, és kétakadni a búrádat, mert ez a sátáni arrogancia. Aki nem tisztítja az elméjét, az nem a fénnyel van. Ennyire egyszer. Ez nem vicc, soha nem volt vicc. Csak soha nem merte senki, nem tudták. Az emberek olyan szinten félre voltak informális vezetve, hogy itt az idő, most vagy soha. Jó. Mi öröm van?
bosszú vágy, gyűlölet, támadás, elégtétel. Ezek mind történetek. És az ember, mikor le van szeparálódva, már az asztrál teste tele van több tízezer úgynevezett ilyen gennyes története, nem tud másképp viselkedni. Jóni, hogy az asztrál testünket, az érzelmi testünket visszaintegrálhassuk és feloldhassuk a traumát, hogy ne kelljen másba az ellenséget látni és támadni az ártatlanokra, és cimborálni a bűnösökkel. És ezt a Biblia is mondta, hogy most, hogy tisztul a föld, hogy ugye három kategória lesz eltávolítva. Az egyik a kommunisták, ezek a nácik, ezek a klónok. A másik a bűnözők. Az ördög a bűnözésre késztet és csábít. Harmadik kategória a gyávák. És akkor itt van a kvantum kvadráns, a nyolcadik traumatípus, amit vele csináltam. Szemtanúja lenni valaminek, és mi nem csináltunk semmit. Volt egy olyan magyar könyv, amikor még Magyarországon éltem, az volt a címe, hogy látjátok? Ugye nem csináltam semmit. Látjátok? Ez a hiba. Okay? És ez a kvantum kvadránsokban tudod, hogy a megfigyelő szemszögéből ez egy diszociált állapot, nem tett, valami trauma volt ott, nem tettünk semmit, és ezzel az ördögi világban installáltak bennünk a gyávaságot. Mondom, eszméletlen profi pszichopatizmus, de az ember fel kell, vagy tudod, lángra kap, jó értelemben a szív, akkor van kiút. Oké? Okay. Oké, tehát összefoglalva, hogy jól értettem ezt az egészet, ugye az ördög kiprovokálja gyakorlatilag saját programjai által ezeket a nagyon mély, nagyon negatív, nagyon destruktív érzelemcsomagokat, mint amiket mondtál, hogy a bosszúvágy, a gyűlölet, stb. És ezzel tartja tulajdonképpen önmagát életben, hogy Pontosan, ezt nagyon beleteszi így van. a világba. Így van. Miért fogadja el, mondjuk, ha én abból indulok, hogy valaki kvázi, vagy mindenkinek ott van az esélye az isteni ártatlanságnak a megtartására, miért fogadja el az elme az ördög programját? Mert egy létezik, benn van az elmében már ez a program, és bűntudata van az illetőnek, és ahhoz, hogy kiszálljon az ember ezekből a programokból, nem szabad csak az érzelemre hallgatni. Kell egy logika, kell egy tudatosság. Minél több rossz program fut az emberbe, annál tudattalanabbá, annál tudattalanabbá válik. Elutasítja a tudatosságot, és egy magasabb tudatosság mindent meg tud gyógyítani. Ezért mindig mondtam, hogy a magasabb ényeink jól vannak, az alsóbb ényeink szenvednek. Ezeket kell megtisztítani. Ha nem lenne bűntudat, nem lenne problémánk. A bűntudat az ördög fegyvere. Miből van bűntudat? Mindenből szinte, ami integrál aki. Azért fogadja el az ember, vannak olyan árnyi programok, amit mondtam, gyengeség, pecstelenség, gerinctelenség. És ez mindenkiben ott fut. És akkor az ördög erre marha jól tud. És csábítással, könnyedséggel, szabadsággal és kényelemmel csábít. Nézd csak, ez öt könnyű lépés. És akkor tudod, rohan az ember, és bum, belemegy az oroszlán ketrecbe. A fény felé való út nem könnyű, viszont maradandó. Az ördög az pedig átmeneti megoldásokat ad nekünk, ami kecsegtet, ami torzult és sérült szabadságérzésünkkel, mikor bemegyünk abba a ketrecbe, hatalmas trauma ér minket, és ez a játszma, ami folyik itt most már évmilliók óta. Ez a szívtörés traumája is itt van. Kecsegtet, utána elveszi. 60 éves vagy? Adok neked valamit? Tehát az embert szadízzák, szexuálisan, mentálisan, érzelmileg, és erről szólt az egész Matrix. Ellen kell tudni állni, kell akaraterő, mentorok és egy tudás, mert enélkül nem megy.
Ja, köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdés, és most nyilván itt nem válom tőled, hogy kollektív terápiát tartsál, de azért biztos sokan lesznek, vannak majd, akik ezt a videót megnézve felismerik a saját érintettséget, mondjuk áldozat oldalon, és felismerik azt, hogy már pedig ezt ki kell gyógyítaniuk saját magukból. Csak ha egy-két mondatban valami olyan bátorító, vagy vigaszerű, vagy motiváló dolgot, ha tudnál nekik mondani, hogy hogyan tudják ezt megtenni, milyen irányba tudnak indulni, mi az, ami segíthetne nekik akár egy-két mondattal, akkor kérlek, ezt most ne tartsd magadban. Oké, ez szép, ezt letöltöm, jó? Már Ja. jön is. Az igazi humánnak egy és egy csoda fegyvere van, az a szív. Ezt a szívet, ezt rongyázzák a régi rendszerben. A szívet vissza kell integrálni, fel kell újra építeni, ami csak az elmén keresztül lehet. Ha az ember hajlandó ezt a lépést, vagy ezeket a lépéseket megtenni, és a szíve újra életre kap, elengedi ezeket az őrjöngéseket, ezeket az érzelmi zsarolásokat, ezeket a manipulációs mintákat a humán életre kell. Az élő halottak föltámadhatnak, és erről ír a Biblia, és azáltal, hogy kitakarítják az elmét. Van kiút, de kell akaraterő. Van kiút, de kell hozzá szív. Van kiút, és nem vagy egyedül. Soha nem voltunk egyedül, soha nem voltál egyedül, csak ez a hiedelem benned létezett, mert ezt hitette el veled az ördög. Vége. Tavaly oficiálisan, márciusban vége ért, ugye a Matrix, csak akkor nek voltak ilyen lecsengései. A Matrix már csak az ember elmébe létezik. A Matrix maga, a 3D-s invertált antikrisztusi Matrixról beszélek, nem volt feltétlenül idézelben rossz, mert nagyon sok tanulási lehetőséget adott nekünk, viszont eléggé nehéz és egy kemény akadálypálya volt. Állj föl, porold le magad, és vállald be az elme kitakarítását, ami által újra életre kelsz, újra egy emberi válhatsz, és megörökölheted a földet. Ennyi. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen neked, Robi, hogy tényleg voltál olyan bátor kimondani az igazságot, és felvállaltad ennek a nem feltétlenül mindig hálás szerepét, mert azért nyilván itt olyan tartalmak voltak, ami lehet, hogy embereknek nagyon új volt, akár sokkoló hatású, úgyhogy én nagyon hálásan köszönöm neked az idődet, a beszélgetést, és további csodaszép napot kívánok, köszönöm a figyelmet a hallgatóinknak és mindenkinek. Csodás hetet, csodás hétvégét kívánom. Szia, Robi! Szép estét!